Úgy, hogy nem is volt olyan hosszú és kimerítő ez a kicsi szusszanás. Vissza is tértünk, itt vagyunk az első pályán, a Lenovo Legion Honvéd kontra PTEP az összcsapáson. Mirage, Inferno, Dusk 2, Overpass, és hogyha szükségeltetik, akkor majd Vertigo is képernyőre kerül. Továbbra is Kárgy és Rea fog benneteket szórakoztatni, vagy éppen kiégetni a mai nap folyamán. Kezdődik is a pisztolykör. Hát a kiégetésről beszélünk, akkor kérlek az én nevemben legalább ne beszélj. Hát viccet tegyük is félre. Júj! Hát viccet tegyük is félre, ugye a PTA Pelc választotta a CT oldalt. Egyedül Scorch vásárolt magának egy füstöt, illetve egy defuse kitet, a terrorok pedig azonnal támadnak is. Bale lerakóra, egy GBK-nak és Kempernek kéne megfogni. Egyelőre volt kontakt, de kill még egyelőre nem született meg. Kemper, illetve már másik kettő társadalom, no, ma igen, MSK-nek van meg az Ripitagoras és GBK, azonnal tudtak válaszolni. Kempernek is megvan egy frag, fókusz, illetve shifts maradt a 2v3-ban. Egyáltalán nem hozhatatlan szituáció. Itt kifogy a Glockból. És hát Kemper le tudja zárni a kört. Kicsi káosz alakult itt ki, itt B-site-on. De végül le tudta hozni a PTA Pelc a kört, és nyilván a tetőn lévő hood, ne téveszem meg senkit. Tehát most a kollégák váltottak is, a PTA Pelc nyerte meg 1-0-ra a kört. Viszont jött ebből a Habzsi Dőzsi, érkeztek az SMG-k, 3 darab MP-ket is megtalálta a PTA Pelc oldalánál, míg egyébként 2 darab rifle-vel pörögnek a srácok. Kemper, illetve Pitagorasnál. A többiek a Honvéd csapatából, Desert Eagle, illetve P250 és Tech9, ezekkel fognak majd egy kisebb, agresszív kört elhozni. Bár egyelőre úgy néz ki, hogy ez az agresszivitás, ez talán inkább alfele fog majd csoportosulni, hiszen egy szemterelő játékos van itt Zal személyében, Bane, még egyébként a 8-as számú player fókusz tekintélyében ő egyelőre középről érkezett vissza. A bomba el van dobva jelenleg rampán, és vár a Honvéd a vezény szóra, arra bizonyos harci kürtre, amilyenkor el szokott durrani. Zalnak van meg közben a nyitó, Scorchot sikerült kifejelni, és Zal most már duplázik! Hát ki takarítja konkrétan ezt a bélerakót, ezáltal kettős emberölnye van most már a PT-je, Peac ellen a Honvédnek. És végül úgy néz ki, egy gyors túlást követően pedig hirtelen megjött az emberölnye a PT-je Peacnál. És Iván Dörzsi, illetve Fókusz maradtak már csak ketten, úgyhogy kevesebb mint egy perc van hátra a körből. Nézzük, ott is van egy kill fókuszra, és így már csak Van Der Gil fogja képviselni a csapatát ebben a körben. A Desert Eagle elvettek két fegyvert, és hát ki tudja még mennyit fognak, de ettől függetlenül már ez a kettő is egy tök szép eredmény. Nem szabadna a PTLP aztnak elvesztítenie még egyet, az már tényleg egy kicsit a határon túl menne. Van Der Gil lerakja a bombát, plusz pénz a csapatnak. Majdnem, egy picit azért most szurkolok, hogy beadja a Desert Eagle. Szeretném nagyon szép movie frag-et látni, de nem mert végül Pitagorászt lelövi Vandergyit, ezáltal pedig megvan a második köre a PTF aznak, és hát tényleg ezen a nagyon-nagyon vékony határon mozogtak, szóval ha elbuktak volna még egy fegyvert, az már egy kicsit költségesebb dolog lett volna a számukra. Igen, az biztos, egy dicsérendő ez a dupla entry Zaltól. Ugye mind a kettő CT játékos, Scorch, illetve GBK nagyon megpróbáltak elfoglalni B-házat, és hát ez lett a vesztük, tulajdonképpen mind a ketten kocsinál lelettek dígülözve, és így, hogy még ráadásul bomba rakás is volt, így azért van pénz a Lenovo Legion Honvéden, és tudnak most vásárolni, így 5 darab AK-val fognak belevágni a harmadik körbe, még azért a PTLP használ most fegyverügyileg egy kicsit rosszabbul állnak, ugye Scorch kezében ott egy FAMAS Shebinél, és ott van egy MP9, itt a Honvédnél elkezdődik egy mid agresszió, Kemper nyitotta meg a kört, tehát nézelődik tovább vissza, itt nagyon jó volt a füst mögött, hogy ki tud látni egy ember, de Zol leülteti, közben Vandergy-nek is volt egy válasz fregje, itt Sebi nagyon közel jött az MP9-en rampolni, nyilván közelebbi pozíciót akar lefogni, talán az M4-et fölvetni, de nem nagyon akarja elárulni a pozícióját, ha esetlegesen a Honvéd játékosai rampán lennének. Nosocsán azért elmúlik a füst, szerintem ki fog nézni és el fogja venni azt az M4-es, és visszazárhat egyedül akár arra, de közben a Honvéd, ahogy látom, nagyon B irányába akar támadni, Zalnak meg van egész ladder room. Mert most egy Freggy Scorchra, úgyhogy berohanhat egyedül egyedüli B védőre, aki GBK fogja egy M4-jel. Na megvan neki egy frag, kettőt kéne lőnie, ott nagyon jó a headshot angle, egyelőre el tudott menekülni, itt memeskék viszont elkezdenek összezárni a csapattársaival. Sebi közben váltott arra az M4-re.
Mert látom GBK inkább kijön B-site-ról és teljesen odaadja ezt Lenovo Legion Honvédnak. Kérdés az, hogy megpróbálják-e vajon 2v3-ra visszarítékelni, illetve GBK tud-e még fregelni? Nem, Memesk egy bitong nagy fejes lerakott. És Sebinek kéne kihoznia ezt az M4-est. Valószínűleg tartom, hogy meg fogja tudni csinálni. Tehát nem fognak a honvédosok elmenni vadászni. Így ezzel föl tud kerülni a tabellára Lenovo Legion Honvéd, és így 2-1. Továbbá, hogyha egy picit bele nyúlkálunk a pénzügyi helyzetébe a pécsietek, akkor azért látjuk, hogy nem feltétlen túskálnak annyira a milliókba megtakarítás ügyileg, tehát hogy most semmit kihoz lesz ennél, tök szuper, tök jó, de hogy így nem hiszem, hogy erre vagy ezen felbuzdulva nagyon meg fogják vásárolni a nagy fegyvereket ismételten. Bár nyilván általában a mérkőzés korai szakaszában azért rendre vissza szokott menni egy-egy force, de talán ezekkel a pénzekkel lehet, hogy már egy ekót meg kéne próbálni. Bár azért Pitagorasnak volt egy 1500-as pénze. Hogyha mindenkinél hasonló kaliberű dollár lenne, akkor viszont azt mondanám, hogy tényleg kéne a force. Hát ez most abszolút Zalnak kedvezett ez a kör. Szóval elhozott két embert is. Nagyon szeret entrizgetni, ez pedig egyelőre a csapata előnyére válik. Én is nem feltétlenül azt, hogy szeret, hanem hogy nagyon jól is csinálja. Ugye már a második kör, ahol dupla entry-vel tudott nyitni. Most ismételten egy közép agró itt most a Lenovo Legion Honvédnél a bombájában dobva kezdőn. Most kezdenek el érte visszamenni, és hogy látom, ott hagyják ezt a közép foglalást végül. Ahogy látom, kifoglaltak, nem nagyon láttak senkit, és elkezdtek inkább visszarotálni B irányába, ahol most egy kisebb stackbe is akár belefutatnak, itt GBK, Kemper, illetve hát számból nem, Scorch fogja várni őket. Zal megint belekülve entrizi, de most shift-szél a nyitó frag. Zalnak végül Memeske tudott segíteni, Memeske már duplán. Egyedül Kemper tudott a Desert Eagle-lel lőni egyet. Sebi megint csak közel CT-n az M4-jel, de ezt valószínűleg megint csak ki kell menteni. A Pitagorasnál egyedül csak egy USP. Ő valószínűleg megpróbál egy fegyvert akár még elvenni. Itt Sebi is nagyon arra áll. Hát Wonder G leülteti Pitagoraszt. És hát így 2-2 ki tud egyenlíteni a Lenovo Legion Honvéd. Így Sebi nagyon még arra áll, hogy megpróbáljon elhozni egy fegyvert, és Zallal fog találkozni, aki végül ide tart, és észrevette az M4 csövét, ugye egy tappal kivégzi Sebit. Hát így még egy M4-et se tud kihozni. Keres az, hogy vajon rá fogják-e vásárolni ilyen pénzzel, és a válasz egyből már jött is, hogy igen. Azonnal rámarkolt elsőként Scorch az M4-re, és aztán pedig a többiek követték el szokását. Pitagorasznál van egy MP9, de hát nyilván azért, mert neki nem volt annyira sok pénze az előző kört illetően, szóval az Echo által se kapott annyit, hogy egy teljes set kijöjjön. Sebi nagyon agresszívan feltölje a közepet, ahol a jelen állás szerint csak Memeske található, bár ő is inkább elbújva a peremvidéken túl, Sebivel viszont most találkozni fognak nagy valószínűséggel, ha csak ebből nem lesz végül egy eltűnés onnan. Hát végül az lett, szóval Zal, illetve Kemper az, akik fregeltek, és megjött az egyes trade. Sebi életben maradt, illetve még a T-játékosok közül is életben maradt a közepet tartó player. Fókusznak van meg közben Kemper, viszont Sebinek van egy brutál jó pozíciója, amivel tud majd operálni. Hátba tud érkezni, amire nem számít senki, hiszen nem látták meg. Scorch, nem jó a túrás, zsombor, Memeskének van meg így a kill, lekerül a C4-es, és meg fog indulni a riték 2v4-ben. Sebinek viszont eléggé playmaker pozíja lehet, egy embert el tud lőni azonban, 3 HP-ra leesett, és hát egyedül is maradt, szóval ez mindenképpen egy mentés lesz így. Ja, most már zsinórban a harmadik szituáció, amikor Sebi megpróbál kimenteni egy M4-et, ugye ez eddig egy nagyon 50%-os volt, most már egy kicsit azért lecsökkent. Egyetlen egyszer tudta eddig kihozni M4-et a kezéből, és hát elfogyott a pénz most a TTL behasználni, míg azért a Honvéd elkezdett bankot építeni, ugye nagyon sok játékos élte túl az utóbbi pár kört, ugye mindig ilyen 3, illetve 2 játékosról beszélhetünk, Memeske, illetve Fókusz, akik nagyon nagy pénzeket tudtak fölhalmozni, Shifts van még közel hozzájuk, egy 3150-nel, ő azért maga biztosan fogja tudni vásárolni a következő körben, ha esetleg elbuknák ezt a kört, de most ilyen, hogy a pisztolyok ellen fognak belevágni. Desert Eagle P250-ek Kempernél egy USP, valószínűleg megpróbál fullekózni az AWP-re. Hát nézzük, itt Wonder G próbál
Nagyon közel jönni palaszból, egyelőre letisztázott minden Sipszé, az első kontakt kill, majd csak most született belőle, Pitagorasz tudták eliminálni. Fókusz jött neki segítségű, Sipsz közben már duplázott, Scorch, illetve GBK maradtak pillanatok alatt. 2v5-ben Scorch közben 11 HP-n. Talán próbálnak csak fegyvereket esetleg elvenni, Zal bünteti GBK-t, megpróbált oda menni dzsungelbe, hoppá, Scorch azért még P250-nel beszúlt egy fejest fókuszra, és Sipsz fogja lezárni a kört. Összességében 3 killel, 2-4, és most fog vásárolni a PTA Pelc, és az AVP elő is kerül Kemper kezében. Jaj, mondod, megjött az AVP, azonban jelen állás szerint, hogyha a Honvéd ezt a kört megnyeri, akkor utána akár egy 6-2-es eredményt is összebírnak majd szedni. Közben óriási nagy füstrepülések egyenesen moziba. És hát ott is van az első frag, sőt a második is, Sebi. Most már ezúttal sikeres volt a középpussolás, és visszább is kell jönni, az a mola egy kicsit mellé ment, legalábbis a füst az felfogta a javarészét, és hát így viszont fókusznak meg van nyitva a terep. Itt az info is meg lehet talán a VP-sről, viszont nem látja még teljesen Kempert. Teg az jó volt, azonban csak a HP-a felét tudta elvenni fókusznak a magyar játékos. Középen összpontosul az életben maradt Honvéd csapat. És jelenleg nagyon nehéz dolgok van, mert nem tudnak sem erre sem menni. Ott megvan egy kobak, de mellélő Kemper, azon már tud menni a másik oldalra, de fókusz elfejeli őt. Ezzel pedig megvan az első frag a Honvédnál. Nézzük, hogy ezt vajon tudja counterelni a PTP ac, vagy pedig a Honvéd szépen lassan kiegyenlít, kiegalizálja az embereket. Scorch. Sebi pozíció már megint gyilkos lehet, főleg így, jajjajjajj, mert meske, azonnal fejeli Sebit, ezáltal 3v3, meg van nyitva szinte üres alerakó, bocsánat, egyetlen játékos Pitagoras szemében az, aki itt van, és hát most érkezik át Scorch, szóval most már ketten van a CT-n, egy player megvan, ember előnyben a PTP-ac, Zal, illetve Memeske kettőse, akiknek ezt le kellene hoznia, meg kéne védeni a lerakót. Ők lettek a védő playerek, Meske óriási fejes, Pitagorasz és GBK maradtak már csak életben, van defizet, vannak rá, de közben ott van még két támadó kill, ezzel pedig 5-2 a Honvéd számára. Elképesztő, ember hátrányból oldották meg a helyzetet. Igen, nagyon jól játszottak meg ezt a 3v5-öt, letartott mind a három játékos középen, és ez kettő nagyon gyors freget tudott eredményezni, talán egy Kemper kicsit overpeakelt, megpróbált ő is információt szerezni midről, és a miss után már nem volt esély, hogy onnan ki tudjon menekülni, és az viszont, hogy Memeske ránézett Sebire ott dzsungel előtt, az tényleg egészen elképesztő volt, onnantól kezdve a 2v3-at nagyon szépen oldották meg, tulajdonképp így. Meg lett az ötödik kör, és megint csak Echo-ra kényszerült a PTP arc, megint csak Desert Eagle-ök P250-ek. A fókuszé lehet az első kontakt, megvan neki egy frag, Scorch azonnal tudott válaszolni a P250-nel, és még kettő B-védő van, a bomba pedig azonnal megy A irányába, Zalnak megvan egy M4-es fejes, Pitagorasz azonnal tudott a Desert Eagle-lel válaszolni. Pitagorasz felkapott közben egy AK-t, és kettő frontról kéne védeni ezt az allerakót, megvan neki egy frag Wander G-re. Rámpán elhullott. A bomba ki is esett, ahogy látom, van arról információ, hogy akár még egy védhető szituációban is van a bomba, Sebinek és Kempernek kéne egy kicsit közelebb jönnie, ha meg akarják védeni. Itt akkor az kezében még mindig gyilkos ez az AK. Nagyon a CT irányba van kiesve a bomba, az a baj. Legalábbis a támadó területen van, de ettől függetlenül rálátnak telibe a védekező játékosok. És meg is érkezik Zal, és ott van egy 2-1-es trade, 1v1-ben marad végül Sebi, illetve Memeske. De nézzük, hogy ki tudja belőni ezt. Ki az, aki előbb szerzi meg csapatának az újabb kört? Ki az, aki szemfülesebb, aki rafináltabb? És Sebi az, aki megoldja végül. 5-3. Az első akadály elhárítva, most már csak a többit kellene. Ugye fontos kiemelni azt, hogy ez a mérkőzés már konkrétan az életben maradásért, vagy éppen a kiesésért zajlik, hiszen amelyik csapat itt veszít, az sajnos búcsúzik a TPX Pro Chain Masters-től.
Majd pedig nyer, annak pedig még van lehetősége tovább jutni. Ugye még jár például az IAS, illetve az IPON a B csoportban 0-1-es statisztikával, mint mondjuk itt az Alba, a Honvéd és a PTE Peac. Fél perc telt el a körből. Egyelőre az van a bomba, elmondóba kezdődni, és nagyon szerte szét helyezkedik el a Honvéd csapata a pályán. Egy játékos van B-házba, lassacskán kettőről beszélhetünk, hiszen Shift is érkezik oda a Zalhoz, aki rendre kb. Most már kinevezhető B-lerakó rezidensének. Tehát folyamatosan arrafele indul, hát ha tud egyet entrézni, mindaddig fókusz próbál felpíkelni rámpáról. Az elképzelés jó, azonban a végrehajtás már annyira nem volt az. Viszont lehet, hogy Zalra hárul a nemes feladat, hogy GBK-t szedje ki, aki fel van boostolva jelenleg Sighton. Fél perc, telik az idő, és lassacskán meg kéne indulni a Honvédnak, hogyha akarnak valamit ebben a körben. Most már ketten is itt vannak, B-derakon egyre veszélyesebbnek tűnik ide betámadni. Már pedig el fognak indulni a támadások, így játékosok, Scorch. Nézzük, hogy sikerül-e fregelni, GBK, neki nem jön össze. Csipszol a pillanat, és Scorch oldalba lesz kapva végül fókusz által. Ezzel pedig kettős ember előny, hármas ember előny. Celestial az, aki most lőtt egyet, de hát a sajnos nem segít a játékosokon, hiszen 2v4-ben vannak most már. Cserével kell ketten túlélni. Zal végrehajtotta azt a bizonyos 66-os parancsot. Így viszont most már csak Shelly van életben. 1v4, 20 másodperc. Azt a VP-t viszont ki kéne hozni, szóval ez a legokosabb döntés most, amit lehet hozni. 6-3. Shelly már egy ilyen rezidens mentő lett tulajdonképpen a PTP használ. Nagyon sokadik próbálkozása. Nagy látom, most az AVP-t sikerülni fog neki kihoznia. És egy darab honvéd játékos sem menetel az ő irányában. Sebb itt a legvégén egyébként már bekalolta szerintem hamarabb a szévet. Kemper azért még visszapíjjelgetett, megpróbálta a Zalt challenge-elni. Azért meg lett bőven büntetve. És így 6-3, dupla annyi köre van már a Lenovo Legion Honvédnek, mint a PTA Peasnak. Hát most fog következni egy vásárlósabb kör, egyedül GBK az, aki egy kicsit pénzügy hiányában csak egy MP9-et tudott vásárolni, de hát nyilván az B-ház védelemre bőven jó lesz. Itt Memeske megint próbálja közepet agrózni, itt Kempernek az AVP-vel találkozhatna akár. Egyelőre, ahogy látom, nem próbálnak kimenni, most fognak kimenni egy flashbanggel. Kemper pedig a catwalk melletti füstöt tartja, itt bármiféle agresszió ellen. Lassan elmúlik viszont az a füst, és kiebb lehet nézegetni, egy játékos található top mid dobozok mögött, egy pedig még teljesen top mid előtt. Akár itt megpróbálhatna Kemper valamit. Kapott magára egy füstöt, úgyhogy nehéz dolga van, inkább átzárt Ozi másik oldalára. Úgyhogy akár a továbbiakban nézhetné majd konnektor bejáratát. Látom, egyébként nincs nála Kevlar. Tulajdonképpen egy Glass Cannon AVP-ről beszélünk, de ugye az AVP-t az előző körbe hozták ki neki. Föláll az alfüstökre Lenovo Legion Honvéd. Lassan érkezni fog, 50 másodperc maradt ebben a körben. Valószínűleg pillanatokon belül be fognak támadni, és egy ember, ahogy látom, ott van hagyva Memeske személyében top miden. Ő akár bejöhet majd második hullámba. Csak itt több frontos támadást tudna Lenovo Legion Honvéd kivitelezni. Pitagoras kiállt a füst mellé, nagyon jó pozícióba. Nem jutottak be még a side-ra, most fog lekerülni a bomba, és Shelly akár megtúrhatná Pitagorasz, illetve Shelly is tudtak fregelni, bomba viszont lekerült, és így 3v5-ben kéne megtartani a Lenovo Legion Honvédnek a side-ot. Memeske pozíció le lett fülelve Shelly által, fókusz tudott azonnal válaszolni. Csak két külföldi játékos, Zal, illetve fókusz maradt a 2v3-ban, fókusz tudott még egyet lőni, de GBK azonnal tudott válaszolni. Zal, ki van rá téve a bomba, van nála egy AVP, nagyon nehéz szituációban, de Kemper be tudja fejezni a kört, nagyon jól érezte, hogy Rampal lesz az utolsó játékos, végig letartotta őt az AVP-vel. Meg tudta oldani a PTA perc ezt az AV-delmet, nagyon korai fregváltás volt egyébként, sőt nem is fregváltás, hanem korai fregek voltak a PTA perctól. Pitagorasz, illetve Shelly is nagyon jól használta ki a füst melletti kis réseket. Pénzügyi hiányban nincs egyelőre a Honvéd, tudnak vásárolni, az AVP is ott van.
Egy kicsit följebb zárkozott most a peac. Reméljük, hogy ez tovább is fog folytatódni, hiszen akkor mindenképpen egy izgalmas és egy szoros mérkőzést láthatunk. Tamp azért nagyon sok fej-fej mellett haladó mapot volt szerencsénk közvetíteni, akár közösen is, akár még pont Sebivel, vagy Dogival. Celestial, egyből megvolt neki Zal, így viszont az ember előnyt már is megszerzi a PTE. És ezzel kell majd tovább operálni a Honvédnak. De Shift-szék közben szépen lassan bedurrantották a rakétákat és beugrottak B-lerakóra. Kb. Amúgy meg is szerezték, bár még Sebi érkezik, szóval ő tud válaszolni Shift megölésével. Ezzel pedig 3v3 alakul ki, de közben ott van Celestialnak egy újabb memeskére. Wandergy és Focus maradtak már csak ketten a támadó csapatból. És ne felejtsük el, hogyha ez a kör bukó, akkor ott el kell kezdeni pénzeket számolgatni lassan. Itt talán tudnak vásárolni a kövi kört illetően, de necces mindenhogyan. De hát mi ne beszéljünk erről, hiszen továbbra sincsen vége az adott körnek. És simán tud fordítani a Honvéd, ahogyan amúgy ismerik őket. És egy fókusz. Egészen elképesztő, hogy végigjött egyébként konyhából, Wandergy pedig megvárta, mielőtt megmutatta volna magát, és most kerülhet le a bomba. 2v2-t kéne visszarítékelni, a PTA Pelasznak, ha tovább akarják folytatni körgyőzelmek sorozatát. Itt Kemper végig letart a AWP-vel, Focus pedig nagyon közel van konyhába. Nincs Wandergy-nél flashbang, így Focus akár dobhatott volna magának, de inkább kijött konyhából. Elfücsölte és most húzni kell az időt, 20 másodperc múlva fog robbanni csak a bomba. Focusnak a pozíció nagyon jó, Wandergy-nek megvan egy frag Kempernek innentől kezdve. Valahogy meg kéne próbálnia lehozni a kört. Végül egyébként le lett ültetve, Wandergy pedig ki is hozza az eldobott AWP-t. És hát megint csak romokban a pénzügyi helyzet CT oldalon. Pythagorasnak van 4150-e, Kempernek is 4550-e, tehát rá tudnák ők vásárolni, de a másik három játékos, Scorcheb, illetve GBK nem igazán tudtak volna semmivel előrukkolni. Így maradt a Pulse, levásárolták magukat 2000-ig. Kemper egyedül csak egy Desertig ötvet, amivel egyelőre nagyon jó volt a tag, ki nem született belőle. Shift kapott egy mínusz 30-as score, csak Desert Eagle-lel viszont egy óriási egytapot rakott le Shiftsre. Focus közel széknél megpróbálja visszatrédelni, Zal közben az AWP-vel elhúzta Shebit. A Zal még tovább nézelődik, GBK kinézhetne akár rá, de ő is lerak egy óriási Desert Eagle fejes. Pattognak itt a fejlövések, Focus tudott válaszolni, Scorch észrevette, van arról információ, hogy Focus fölment. Nagyon ezt ma megpróbál kinézni, és most nem jön össze az egy tap, Wandergy le tudta őt lőni, GBK pedig a kezében egy AWP-vel visszugrik B-re, egy Pythagorasz, nem akad be végül neki a frag, kettő frontról kellett volna bevédenie végül a site-ot, és itt GBK az, aki még az AWP-vel el tudott lőni egy embert, és az az 1v2 még innen akár hozható is lehet, nem? Le fog kerülni a bomba. Elindul GBK. Egyre csak letartani. Talán látom, megpróbálja a ritéket. Mondanám, hogy nincsen veszteni valója, de azért az AWP szett az eléggé költséges. Ettől függetlenül nyilván kiabban nélkül nem olyan drága a dolog. Wandergy végül befejezte a kört, ezáltal a 8-at is elhozza a Honvéd csapata. Megnyerték a fél időt, innen pedig már csak felfelé. Tekintve, hogy most a PTA Pelc elkölti az összes rendelkezésre álló keretösszeget. És hogy ez a kör bukónának, akkor ekózni kell, de nagyjából ugyanez elmondható a Honvédról, talán ők meg tudják majd oldani egy bukott kört követően a vásárlást. Tehát nyilván nem szabad bukott körről beszélni, hiszen csak most kezdődött el, a 13. pontosabban. Azért lassacskán már elkezdjük taposgatni az első fél idő végét. Zal eldobva a bombát, ezúttal AWP-vel. Eléggé furcsálom, hogy nem ment el B-házba. De nyilván kell egy picit variálni azon a dolgon, hogy működjön a kör. Focus közben. Nézzük, hogy ez hogyan és miként fog majd alakulni. 10 másodperc hiány, 1 perc van hátra a körből, és jelenleg nagyon-nagyon szétszórtan helyezkedik el a térképen a Honvéd csapatának javarésze. Ketten vannak palotába,
Hárman pedig középen próbálnak majd esetlegesen betámadni arra a konnektoron keresztül, ahol amúgy semmi várja őket, szóval nem lesz annyira könnyű dolga a Honvédnak, de nyilván egy jól ütemezett támadással, egy-egy jó vakító ránáltal azért meg lehet könnyíteni a bizniszt. Fél perc és nagyon-nagyon ellassúzza a Honvéd ezt, Pitagorasz. Megvan neki fókusz, ezáltal pedig az emberelőny is, hogy eléggé fegerős játékosát vesztette most el a Honvéd. Fókusz, aki 11-7-ben van. És úgy néz ki, hogy ez egy vezényszó volt. Vérszagra jó az évad, ahogyan mondták régen. Gyors egy-egyes trade következik, emberelőny még mindig a PTR-re aztán van Dörzsék. Jönne be Memeske közben elő még egy embert, ezáltal már kettőnél van a body countja a kört illetően. Zal, nagyon-nagyon komótosan megfontoltan kipíkel palotából, nem jön össze a frag, csak a tag, azonban úgy néz ki, hogy ennyire futotta, egyedül maradt Memeske 1v2-be, 7 HP-val, nem feltétlenül a leg nagyobb százaléknyi eséllyel indul bele, főleg, hogy a Molo és Scorch N4-je is elvitte őt kétszer is, ezzel pedig megvan az ötödik PTP az kör. Mételen nagyon el volt lassúzva, az utolsó 20 másodpercben emberhátrányból betámadni egy Mirage Assault-ot, nem a legkellemesebb feladat, és itt Zalnak volt talán a legnagyobb nyomás a vállán, ugye neki végig házból le kellett tartani a CT-t, ugyanis meg lehetett volna akadályozni a bombarakást, és végül egyébként aránylag sikerült neki megakadályozni, ott végül egy lábollövés lett, és annyira magára húzta a figyelmet, hogy nem figyeltek az alapra plantoló játékosra. Az talán nem volt szerintem a legjobb döntés, hogy utána P250 neki P2, hogy mindenképp legyen egy kill, akár ott még el lehetett volna lassúzni, hogy visszazár a lövés után. Tehát nyilván ezekről esetleges már beszélni. 5-8, és takár a PTP ezt még visszajöhetne 7-8-ra, és akkor tulajdonképp megkaphatnánk a legszorosabb fél időt, amit csak meg lehet kapni. Kempfernek nagyon jó lehet pozíciót, közben GBK másodlagos AWP-sként tudott fregelni, Shift-et büntette, aki sokadjára progresszív lenni B-házban, Memeske tudott válaszolni, itt Pitagorasz hullott el, illetve Kemper védik a szájtot, Kemper kezében ott van az AWP és fókusz, nagyon jól lefülelt a Scorchot, Kebire és Kemperre hárul a feladat, mind a ketten nagyon jó pozícióba, Kemper missz egyet az AWP-vel és átugrik füstön keresztül, és másodjára nem missz egy kegyetlen nagy fejes Memeskére. Valamikor azért nem sűrűn látunk fejlövéseket, Zal tudott válaszolni, Sebi még mindig lépcsőről duplázni tud, 1v2-ben Wander G és GBK is megérkezett CT-ről. Wander G-re hárul. Nehéz feladat, itt Sebiről van információja, illetve hát egy Wander G-ről is tudják, hogy hol van, és kipinkel, megvan neki Sebi, 1v1-et kéne hoznia. Érkezni fog rá egy füst, egy gránát, itt megpróbálja. Van Bajji lelőni GBK-t, de az USP-vel sikerült büntetni. És így megvan a 6-8. Keres az, hogy innentől vajon 9-6, vagy esetleg megkapjuk-e azt a 7-8-as fél időt, amiről itt áhítoztam. Fie, bárhogy is alakul, ez a fél idő, ez abszolút kielégítő tud lenni mindenki számára, hiszen nagyon kemény akciókat tartalmaz. De nyilván itt most már vagy a Cségó legszorosabb félideje, vagy a második legszorosabb félidője lesz a részeredmény. Mert nyilván hiába 9-6, hiába 8-7. Mindenképpen rá kell kapcsolni turbófokozatra a második félidőben, vagy éppen ebben a körben. Nézzük GVK, későn jött ki a fehér képernyőből, közben fókusz duplázik a MAG-10-zel. Felvesz egy famaszt, sokkal fényesebbnek tűnik. És úgy néz ki, egyelőre a bomba lerakásán tűnődik a Honvéd. Sebinek meg is van azonnal a ríték kezdetén a nyitófreg Zalra. Ezzel pedig sikerült egy picit lefaragni az ember hátrányt. De még így is egy embernyi előnnyel büszkélkedhet a Honvéd csapata. 25 másodperc, Sebi nagyon jól kipíkel. Ott van neki a harmadik, hát erre van kitalálva az a 25 golyó három ember. Közben Memeske érkezik. Celestial is lő egyet, egyedül marad végül Memeske 1v1. Nézzük, hogy sikerül-e előni a Pitagoraszt, vagy pedig ezúttal Memeske meg tudja oldani. Érkezik egy hag rá, azonban az a 100 HP-nak tök mindegy. Végül ott van a kill. Ezzel pedig 9-6. Azért kivítanám magam, nem tök mindegy, mert 70-valahány HP-nál már csak egy golyó lett volna az M4-ből a fejes, de... Nagyon jól hangzott akkor. Szóval 9-6-tal fogunk fordulni. Azért a végre csak jött egy tempós kör. Igen, de ez jó volt egyébként fókusznak a gyorsasága, ahogy a Magtenel beugrott egyből backside-ra. A kettő embert is el tudott
lőni egyből. Hát azért semmit emeljük ki. Tehát, hogy azért kegyetlen, hogy a riték alatt milyen gyorsan meg tudta fordítani itt az emberek állását. Itt nagyon szép volt tőle a dupla. Ez a 9-7 ez azért veszélyesebb félidő közé tartozik. Ugyanis, ha Lenovo Legion Honvéd esetleg megnyeri a pisztolykört, akkor az esetleges papírformai körök alapján el tudna húzni nagyon durván, tehát az egy 12-6-ot jelenthet, illetve a PTA Pelc, hogyha megnyeri, akkor ki is tudnának egyenlíteni, és onnantól kezdve ugyanott állunk, hogy egálban van a kettő csapat. Mindenképpen most az egyik nagyon fontos körei közt állunk. Még várjuk, hogy beledizzenek a játékosok, itt Memeskére, illetve Sebire várunk még egy pár pillanatot, most már csak Memeskére, és akkor bele is vághatunk, ahol a PTLP az fog támadni itt Mirázson. Meglátjuk, hogy Sebi mennyire tudja kiforgatni a Lenovo Legion Honvéd játékosait. Közben a képernyőn látszik, hogy fel lett festve tiketre az esemény névadó szponzora, Tipmix Pro. Nem nagyon menő néz ki. Nézzük, hogy egy időkérést követően majd a pisztolykörben merre fognak indulni a játékosok. Közben ugye látod, nem csak tiketen van Tipmix logó, tehát mindenhol konkrétan. Így pedig, hogy az idő elkezdett most már lejárni. 8 másodperc múlva el fognak indulni a játékosok. Közben az óriási nagy drón körbe lepül. Úristen, Tipmix adás a tévébe! Tévét nézzük a tévébe? Nem is tudtam, hogy az Inception a mai meccs témája. De ettől függetlenül 9-6 érkezik a második félidő első pisztolyköre, ahol eléggé nem túl szokványos taktikát választ a PTP, hiszen fel fognak jönni underből. Közben úgy néz ki, hogy gyors, dupla, nyitó Nemeskéktől. Pitagorasz válaszol erre, de ez így egy 2-1-esre a CT-k javára. És közben ott van még egy Nemeskének, 4K-t is belőhetne, de Scorch az, aki még tartja a csapatot, és egyelőre Zallal fog találkozni. Scorch pötyizik, ahogy tud, ügyesen zsombor, meg tud csinálni. Nagyon szép ugrás, nézzük, körbe kell nézni. Ott van a bomba előtte, fel kell szedni, nézzük, ott lehetne az egyik játékos, meg találkozhatna. És végül Wonder G óriási píkkel fejbe túrt a Scorchot. Ezzel pedig 10-6 vezet még mindig a Honvéd. Hát keményen pattantak itt az USP fejesek nagyon gyorsan, iszonyat hamar ember hátrányba, kettős ember hátrányba is került a PTP az, itt már Meske volt a körnek nagy hőse, három fejes is be tudott lőni. Nem volt se bomba plant, de szájra való bejutás, így a PTP az ekózni fog, következő körben fogják tudni majd vásárolni, egyedül GBK vett magának most egy Desert Eagle-t, maga biztosnak érzi magát, hogy fejelgetni fog. A Honvédnél pedig három darab M4 azonnal ki is villant, Shift kezében egy SSG, Zalnál pedig egy MP9, aki ha jól látom végig is tolja B-házat, nagyon jó pozícióban lehet, fókuszok megvan az első frag, Pitagoras tudott válaszolni a P250-nel, és most indulhat meg hátba Zal, nagyon veszélyes pozícióban az MP9-el, viszont hosszú távra kell lőnie, megvan neki kettő, megvan neki a harmadik, közben Wonder G is lelőtte a moziba felugráló Pitagoras, ki nagyon gyorsan végül le tudta zárni a kört, Lenovo Legion Honvéd és Zal, konkrétan centiken múlott, hogy ne tudja kimenteni azt az M4-et. A 11-6, most fog vásárolni a PTE az, se kéne kezdeni visszazárni, ugyanis a 12-6 nagyon-nagyon veszélyes lenne számukra. Abszolút, tehát onnan már tényleg egy-egy kör és konkrétan a Honvéd megnyeri a meccset. Cson nélkül, ahogyan mondják a sportokba. De nézzük, hogy ezek az alkák, ezek elegek lesznek-e arra, hogy megállítsák a Honvéd menetelését. Ne pedig fegyver szempontjából jobban áll a PTP az, bár most az embereket nézve Wonder G-nek van meg Scorch, és entry nem jött össze B-ház környékén. Azt a molót azt fel is lehet szedni szépen. Mert egyelőre tisztázni kell, hogy nincs itt senki. És amúgy nincs ott senki segítünk, bár nyilván nem hallják a játékosok, amit mondunk. De nem áll csak az érdekes Zal, megvan az info, és okosan nem megy bele a harcba, inkább visszahátrál, de fókuszra hagyja a piszkos munkát. Úgy néz ki, hogy Memeskének is beakad még egy. Pitagorász és
Gabaev. Ott van végül kettő válasz, de úgy néz ki, hogy ez egy újabb honvéd kör lesz. 12-6. Hát igen. Spórolás jön megint a PTL-t Peactól. Veszélyesen elkezdett húzni a honvéd. Négy körre vannak attól, hogy megnyerjék az első pályát. Akkor a tippemnek egy kisebb százalékait már össze is jöhetne. Nyilván azért sebbieknek lesz még bőven itt beleszólniuk ebbe a meccsbe. Ez a bérás ez jól működhet, egy kis tempóváltás, mindig jó, viszont ez a molotov az nagyon fájni fog. Sebbi megpróbál azonnal átugrani, de a gránát nagyon jó sebzést okoz ki, és a molotovba fog beleugrani. Az összes PTA Peac támadó játékos, Wandergy közben már triplánál tart. Fókuszon itt végül segíteni, ez egyedül marad Scorch. Végül Shears tudja őt lelőni az M4-gyel, hát ez a B támadás nagyon jól meg lett állítva a honvéd által. A molotovok, a gránátok nagyon jól lettek elhasználva. Az első molotov a támadást lassította, amelyikre egy füst érkezett a PTA Peactól. Ablak alá egyből ment a második CT molotov a gránát, nagyon jó sebzéseket okozott ki. Összességben nagyon jól abszolválta ezt a honvéd, és hát most jön a következő vásárlós kör, ahol Kemper kezében ott van az AWP, egy korai entryt megpróbálhatott volna lőni, de a molotovnak hála, vagy hát nem hála, nem látta végül az átkosszoló játékos fejét, zal közbe beugrált Leather Roomba. Kemper pedig még mindig tartja az AWP-vel itt T-rámpáról egész asszájtot. Zal, most kapott is egy füstöt. Na nézzük, Zal, ki tud-e innen jönni ebből a szituációból győztesként? Vagy szimplán meg lesz az első kill a körben a PTL Peacnál. Fókusz, közben ott van a kill Sebire, ezzel az ember előny is a CT kezébe durrant. Shift várja az érkező konnektoros playert, akire nagyon-nagyon be kéne nézni, kilógott az alká! Jaj, Pitagorász! Nagyon nem volt jó a pozícionálás, így viszont három darab T-játékos maradt életben, már csak érkeznek is be szépen lassan, körültekintően alerakóra. Shift fel fog nézni lépcsőn, ha csak a flashek megengedik ezt neki. Mert egyelőre GDK-ig nem nagyon akarnak agresszívan kijönni. Zalkill, közben dupla válasz érkezett a támadóktól, de fókusz fregel és végül 2v1-ben maradt GVK. Összességében pedig le kellene észelnie, de úgy néz ki, hogy ezt nem fogja hagyni Memeske. Ezzel pedig 14-6-ra megy már el a honvéd csapata. Megint egy kicsi spórolás következik majd a PTL Peactól. Bár ilyenkor jött képbe az a kérdés, hogy most akkor ráforszoljunk, bízzunk magunkba, vagy pedig kiekózzuk majd, és akkor overtime-nál, vagy overtime közeli helyzethez majd vásároljanak fegyvereket 15-6-nál. És úgy néz ki, hogy végül ez lett, egy kisebb hálva érkezett. Milyenkor azért veszélyes tud menni? Tehát abban a tudatban játszani most, hogy a honvédnak ott lehet a mappont. Mindenképpen a lelki előnyt ezzel átadják a honvédnak. És hát egyébként még az előző körről még egy pár szó, elképesztő, hogy GBK mekkora nyomást, illetve mekkora terhet vállalt magára, elképesztő jól trédelt, annak ellenére, hogy végül 1v2-ben maradt, mindegyes csapattársát vissza tudta lőni, a kör nem lett meg neki végül, és itt fókusz, az aki lenézett Underbe, kettő freget is el tudott húzni, Kemperék megpróbálnak átjönni a füstön, jaj, de jól csinálta Shifts, abban a pillanatban, hogy bevakult, bement a füstbe, és Shifts triplával fogja zárni ezt a kört. Elképesztő plét láthattuk most tőle, hogy fölrohant a füstbe, és utána kijött lelőtt kettő játékost. Ma ponton így, a Lenovo Legion honvéd. Hát itt most, akik követték a tegnapi mérkőzéseket, itt Kágyel köztünk kialakult egy-két bűvös szám, de hát a 9-es volt az egyik. És hát Kágy, akkor folytatnám azt, amit tegnap 9 darab kört kéne hozni a PTLP alsznak. Sőt, figyelj, Vandagynek 9 halála van, tovább megyek. Hú, hát ezek nagyon, illumináti dolgok. Figyelj, Memeskinek 23 kéje van, 4 asszisztja, 8 halála, bocsánat. Hogyha 23-at ketté szedjük, 2 plusz 3 plusz 4 assziszt, akkor ott hadd ne mondjam, milyen szám jön ki. De mindegy, nézzük is meg, hogy sikerül a palotába fregelni. Nem, mert GBK egyből válaszol erre. Zal az, aki most megérkezett. Pitagorász viszont nem látta a Zalt, de legalább Celestial ott volt és képbe volt. Shift az, aki fregelt egyet, ettől függetlenül 3v3. Jelen állás szerint pedig
Még mindig előnyösebb helyzetben van a PTFE alatt. Tekintve, hogy Shifts is meg fog halni, de Wander G reagál erre egyből. Úgy néz ki, hogy végül egyedül marad Focus, illetve Sebi, és végül Focus megnyeri a mérkőzést a Lenovo Legion Honvédnak. Legalábbis ami az első pályát illeti, 16-6-tal le fog zárulni a Honvéd pikje Mirázs. Hát, hogyha az eredmény nem is volt annyira szoros, de a körök azok abszolút azok voltak, és nagyon-nagyon jó köröket láthattunk. Zseniális volt. Igen, az első félidő, első pár köre azért tényleg elég fejfej mellett haladt, utána egy kicsit megrohant a Lenovo Legion Honvéd, észrevették, hogy mit kell csinálniuk a PTP ac ellen, észrevették a kriptonitot, hogy tulajdonképp mik működnek nekik, és hát itt a legvégén nagyon jól tudták abszolválni, körről körre nagyon jók voltak az egyéni playek, Shifts, illetve Memeske ugye nyilván kiemelendő, de hát a többi csapattársuk is, Zalnak ugye nagyon sok entry-e volt, Focus nagyon jól tudott letartani, illetve ő is entrizett egyszer-kétszer, főleg ott az utolsó előtti körben, az első fél időben, mert hát most is a CT-knél nagyon sok entry-ket tudtak szerezni. Összességében szép játékot láthatunk mindkettő csapattól, de most ezt a Lenovo Legion Honvéd ne tudta zárni egy győzelemmel, és hát így nekik van egy győzelmük, nekik már kettő mapot kell csak megnyerniük, míg a PTP hasznak további hármat. Mi most elhuppanunk egy rövidke szünetre, és következőleg jövünk vissza a PTP-hoz választásával, Infernóval, ne menjetek messzire.